Köszöntöm mindazokat, akik ebben a szokatlanul késői időpontban sem kapcsolták még ki a készüléket, és velünk maradnak. Velünk, akik mindössze alig több, mint egy tucatnyian itt vártuk meg az éjfélt, a tévé egyébként egészen kihalt épületében. Remélem, ennél azért többen vannak, akikért most mi vagyunk. Ígérem, nem kínálunk fárasztó, fajsúlyos témákat, illetve ha akadna is ilyen, oldottabb hangszerelést keresünk. Mindenekelőtt rövid külpolitikai összefoglalónk élén két hír a szovjet-amerikai viszonnyal kapcsolatban. Szokatlanul éles és durva kirohanásokat intézett a Szovjetunió ellen az amerikai külügyminiszter. Ismét az emberi jogok megsértésével vádolta Moszkvát, és a leszerelési egyezmények megkötését attól tette függővé, hogyan változik a Szovjetunió belpolitikája. A beszédnek az ad jelentőséget, hogy néhány nappal azelőtt került rá sor, hogy Bécsben Schulz megbeszéléseket folytat majd Sevardnadze szovjet külügyminiszterrel. Külön repülőgéppel utazott el Washingtonból az az 55 szovjet diplomata, akit az amerikai kormány kiutasított. Washington részben arra hivatkozott, hogy a diplomaták felderítő tevékenységet folytattak, részben arra, hogy egyenlően akarja megállapítani a szovjet és az amerikai diplomáciai képviseletek létszámát. Bár a kölcsönös kiutasítások a jelek szerint véget értek, szovjet részről figyelmeztettek arra, hogy az egyoldalú és alaptalan amerikai lépés kihathat a két ország kapcsolatainak további alakulására. Súlyos üzemi baleset történt Bulgáriában, a Dernyai vegyipari kombinátban. 17 ember életét vesztette, 19 személyt kórházban ápolnak. A szerencsétlenség okainak kivizsgálására kormánybizottság alakult. Katasztrófa riadót rendeltek el néhány órára Bázel környékén. Az ok tűzütött ki, és több robbanás is történt a híres svájci vegyi gyár a Sandoz egyik telepén. A robbanással gáz és füst került a levegőbe, de a cég közölte, hogy a gáz nem ártalmas az egészségre, csak nagy mennyiségben belélegezve okozhat nyálkahártya irritációt. A gázfelhőt a szél az NSK déli része és francia Elzász irányába sodort el. Augusztus óta csökkent Nakasone miniszterelnök népszerűsége. A közvéleménykutatási adatok szerint az általa irányított politikát ma 6%-kal támogatják kevesebben, mint nyáron. Ennek ellenére emelkedik a kormányfő fizetése. A kormány ugyanis úgy határozott, hogy általános bérfejlesztést hajt végre az állami alkalmazottaknál. Az emelés következtében Nakasone havi fizetése körülbelül 11 ezer dollár lesz. Érdekesség, hogy a legfőbb ügyész is azonos fizetést kap a miniszterelnökkel. Így rendelkeznek a japán törvények. És most hazai témákról. Egy márciusi napon egy kecskeméti lakásban füst és gázszagot érzett egy lakó. Megijedt és kérte a kémény vizsgálatát. Ezzel megkezdődött a nagypot felvert kéményháború. Harcoltak egymással lakók és kivitelezők, építők és fenntartók, kistársulások és nagyvállalatok. Előre szólok, ne lepődjenek meg egy furcsa név hallatán. Uniszolgics, mely ugyan kihinné, a Ladánybenei TS univerzális szolgáltató szakcsoportját rejti, akik nevükkel ellentétben talán nem is olyan nagyon univerzálisak? Több riportban számoltunk be a kecskeméti Széchenyi városi lakótelep kéményháborújáról. A helyi Uniszolgics nevű építő szakcsoport vállalta, hogy 642 lakásban elvégzi a kéményjavítási munkálatokat, de szaktudás hiánya miatt a feladatot nem tudta hiánytalanul megoldani. Júliusi riportunk nyomán a Filantróp környezetvédelmi és fűtéstechnikai vállalat jelentkezett a munkára, és már szeptember elején arról számolhattunk be, hogy 65 lakásban elkészült az új kémény. Mai riportunk az október végi helyzetről szól. A Filantróp vállalat átvállalta a tévéhíradóban szereplő Stádium utcai lakások elkészítését, el is készítettük még szeptember hónapban, utána jött egy újabb igény, ahol jelenleg is állunk a Világ utcai 11
kémény megjavítása, ezt is befejeztük október 20-ára, és 22-ére a gázkészülékek visszakötését is megcsináltuk ezen a területen. Nem lehetett volna esetleg eredetileg leszerződni ezekre a lakásokra? Nem? A lakásszövetkezet jogosan bízott abba, hogy a másik kivételezők is helyt állnak. Mikor látták, hogy nem boldogulnak, akkor kértek föl bennünket, hogy fejezzük be a másik kivételezők által elkezdett kéményeket is. A vita mára egyetlen kérdése korlátozódott, nevezetesen arra, hogy kiket terheljenek a kéményfelújítás tetemes költségei. Egyelőre a lakástulajdonosok állják, de a szövetkezet igyekszik áthárítani az épületek eredeti kivitelezőjére. Minden jó, ha jó a vége. Kéményháború után tehát végre kéménybéke. De jól ismerve a kecskeméti helyzetet, attól tartok, ez csak aféle látványos fegyverszünet. Egy nagyobb háborúban, mely már nem a kéményekért, hanem a pénzért és a felelősségért folyik. Jó lenne hinni, hogy a kispénzű, vétlen lakók igaza győz majd a kivitelezésben hibás építők felett. A kivitelezésben sincs viszont hiba azoknál az öreg autóknál, amikről most lesz szó. Ezek az öreg autók nem vén autók. Még akkor sem, ha a saját korukban száguldásnak számító 50 kilométeres végsebességet hatszorosan szárnyalja túl egy mai szupercsoda. Hogy milyen volt az elmúlt 100 év autókban és sebességekben mérve? Megtudjuk Kisbéren. A nosztalgia és a szupertechnika adott találkozót egymásnak a kisbéri tornacsarnokban, ahová a hazai kiállítókon kívül csehszlovák, NSK, osztrák és svájci versenyzők és veteránautó tulajdonosok is elhozták a matuzsálemeiket és a technika csodáit. Egy-egy régi autóhoz valóságos legendák kötődnek. Ez a piros Fiat Balilla például Honti Hanna sikereinek tanúja volt, hiszen sokáig a művésznő tulajdonaként rótta a kilométereket. A kisbéri autókiállítást, amely még holnap is látható, a barátság és a sport szeretet hozta létre, hiszen valamennyi kiállító díjmentesen vesz részt a rendezvényen. A bevételt a társadalmi összefogással épült sportcsarnok javára fordítják majd. 8 mérkőzésen 16 gól, bár 8 csapat nem talált a hálóba. Ez a labdarúgó NB1 mai fordulójának rövid mérlege. És az eredmények? Videóton Vasas 2-0, ZTE Eger 1-0, Siófok Dunaújváros 0-0, Újpesti Dózsa DMBSC 4-0, Haladás PMSC 1-0, Tatabánya Békés Csaba 4-0. A forduló rangadójáról, a Honvéd MTKVM találkozóról Szűcs Gábor és Nagy Béla készített összefoglalót. Fehérben a Honvéd, Fitos, Sallai kéri, üldözik, szinte oda se néz, és Gáspár. Varga, Boda, Varga, Andrus, még egyszer Andrus. Szerencséje is volt. Kovács Kálmán, híres, zavarba. Labda, hálóban, már nem. Nem lyukas. Sikesdi, Détári. Sikesdi kibújik. És megvan a második Honvédból, 2-0. Détári, Sas. Elröpül a védő mellett. Gáspár, Romanek és a szerencse. Ez pedig a végeredmény. Honvéd MTKVM 2-0. Az Üllői úti Ferencváros Rábaetó mérkőzés összefoglalójának riportere Knézi Enő. Fischer fejeli tovább, Kincses. Fischer még. Fischer gólhelyzetben és belövi. Óriási szóló, 42. perc. Fischer góljával vezet a Ferencváros. Somogyi. Hajszán középen. Szentes. És gól! 1-1. Csonka megy előre, eltalálja a labdát, és zsiborás keze mellett. Ott a győri egyenlítő gól a 26. percben. A mai forduló után az Újpest megerősítette vezetőhelyét. A Haladás és a Pécs helyet cserélt, 50%-os teljesítménnyel áll a középmezőnyben a Tatabánya, a Videoton és a Vasas. Győzelme ellenére a kieső zónában maradt a Zalaegerszeg, és változatlanul a Dunaújváros zárja a sort. Most pedig férfiak, figyelem! Nagyon jó!